Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket a 100. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. Végig énekeljük, az első vers így kezdődik: e földön ti minden népek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálás a szívünk, Urunk, azért, mert a föltámadás napjára ébredtünk föl, és az élet ünnepét és az élet Istenét jöttünk el imádni ide, a templomba. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük. Hálás a szívünk, Urunk, hogy alapvetően ilyennek ismertünk meg téged, életigenlő, életet munkáló, szolgáló, gondviselő, az életért önmagát halálba adni kész Isten, a mi Istenünk. Dicsőség neked! Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, aki azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Aki azt is mondja, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Legyen magasztalás a mi Urunk Jézus Krisztusnak azért, mert nagypénteken meghalt, de harmadnapra föltámadott. És azt mondja az övéinek, hogy akik hisznek ő benne, azok átmennek a halálból az életre. Ezzel a reménységgel vagyunk együtt. Nem vagyunk méltóak, Urunk, a te kegyelmedre és a te irgalmadra. Mégis köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk,
szólsz és keresel bennünket. Nyisd meg egyrészt az értelmünket, de még inkább a szívünket, hogy amit a szívünkre kívánsz helyezni, azt meghalljuk és megértsük. Ahhoz igazítsuk magunkat, mint egyedüli zsinór mértékhez, Isten igéjéhez. Áld meg ezt a gyülekezetet és mindazokat, akik az Úr napján a te nevedben együtt vannak szerte ezen a világon. Add, hogy a lélek áradjon és a lélek megérintsen, megerősítsen a hitben, a szeretetben és a reménységben. Amen. A 395. dicsérettel készüljünk az ige hallgatására. A 395. dicséretet végig énekeljük Isten szívén megpihenve. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, ezen a vasárnap délelőttön a perikópa rendszerinti ajánlott igét olvasom föl az Ószövetségből, a Rút könyvének az első fejezetének, az első 11 verséből, az első 11 versből így szól Isten igéje. Abban az időben történt, amikor bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdeai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Moáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlon és Kiljon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdeai Betlehemből. El is jutottak Moáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszonya két fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon és Kiljon is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül.
Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezejéről, mert meghallotta Moáb mezején, hogy ismét gondjaiba vette népét az Úr és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza Kiki az anyja házába. Bánjon veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon, majd férjének házában. Aztán megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, és ezt mondták neki, bizony hazatérünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha még ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim. Az én sorsom túl keserves volna a számotokra, hiszen az Úr keze ért el engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Rút azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta Naomi, hogy minden áron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Együtt ketten mentek tovább, amíg Betlehembe nem értek. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, azt az élet bölcseletet mindnyájan ismerjük, és adott esetben gyakoroljuk is, hogy tudnélik a járt utat a járatlanért föl ne cseréld. Sok igazság van ebben. Talán a mi életünk bizonyos dolgai is visszaigazolják ezt. Ugyanakkor napjainkban megjelenik egy másik igazság is, és ezt is meg kell hallanunk, mi több adott esetben ennek is szoktunk engedni. Pszichológusok mondják meg, akik életvezetési tanácsokat adnak, hogy tudnék, hogyha az ember nem tudja a maga komfortzónáját, kényelmi környezetét föladni, és nem mer szembe menni, kilépve azokból új kihívásokkal és életkérdésekkel, akkor akaratlanul beszűkül, nem csak a gondolkodása, de az élete is sematikus és rögzült lett. Az új kihívások, mondja ez a másik megközelítés, jó esetben megtermékenyítik az életünket, új szemléletet adnak, a személyiségünk jobban kibontakozhat. Nem az én tisztem megítélni, hogy a kettő közül melyik igaz. Talán azt mondanám, és ezzel nem kívánom a gordiuszi csomót átvágni, hogy az Isten adjon nekünk adott esetben bölcsességet, hogy tudjuk, hogy bizonyos helyzetben most ezt kell követnem, egy másikban pedig amaszt. Vannak olyan helyzetek, amikor jó megmaradni a biztosban, ugyanakkor, hogyha a lélek indít bennünket,
akkor merjünk nyitni. Akkor merjünk kilépni a saját megszokott tempónkból. Ez a bibliai könyv és a most felolvasott 19 vers ilyesmit hoz elénk. Nevezetesen a történet azzal indul, hogy egy család kényszerből, ezt a szót szeretném aláhúzni, így is mondhatom, hogy egy természeti csapás nyomán ez a motívum az Ószövetségben többször fölbukkan, hogy tudnék éhínség támad. Azért, hogy mentsék az életüket, azért, hogy megpróbálják az egzisztenciájukat biztosítani, elhagyják a szülőföldjüket, és a szomszédos országba, Moábba költöznek. Ez, hogy Moábba költöztek, nekünk nem jelent túlzottan sokat, szeretett testvéreim. Hadd mondjam el, hogy az akkori viszonyok között ez felettébb szokatlan volt. Olyasmi, mintha mondok egy mai párhuzamot, valaki boldogulni nem nyugat felé indul el, hanem kelet felé. És mondjuk valamelyik keleti országban próbálna többre jutni. Szokatlan, de a szükséghelyzet adott esetben ilyet is eredményez. A Szentíró nem mond ítéletet ezzel kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy a mózesi törvények kizárják az izraelitáknak a moábiakkal való kapcsolattartást. Ők mégis átlépnek etnikai és vallási határokat. A Szentíró tárgyilagos, a tényeket mondja el. Hogy tudnék, a csapások tovább sújtják őket. Előbb meghal az apa, egy bizonyos Elimelek, majd pedig noha beházasodnak a moábiták közé, és bizonyos szempontból eltelt 10 év otthonra lelnek, vagy legalábbis megpróbálnak beilleszkedni, meghal a két fiú is. Nem tudjuk. Ez mindig egy nyitott kérdés. Mi lett volna, ha otthon maradnak? A többségünk ismeri a történetnek a folytatását. Voltak, akik otthon maradtak. És voltak, akik túlélték ezt az éhínséget. Azt sem tudjuk, nem mondja el a Szentíró, hogy vajon az Úristen mit gondolt ezzel kapcsolatban. Hogy tudnilik, ők átlépnek bizonyos határokat. Egy valamit azonban tudunk. Ha ez nem történik meg, akkor Rút, ez a moábi asszony nem került volna be ebbe a családba, akkor nem lett volna ő Dávid királynak a dédanyja, és ami számunkra talán a legérdekesebb, nem lenne benne a mi Urunk Jézus Krisztus nemzetség táblázatában. Migráció, jövevénység nem csak napjainknak a valósága. Az emberi történelem ilyen többször tud ilyenről. Nem is az a tisztem, hogy ezzel kapcsolatban én mérleget vonjak, szeretett testvéreim, csak kimondom ezt a tényt, hogy vannak ilyen helyzetek. Maradjunk a magyar történelemnél. A 19. század második fele óta a magyarságnak a migrációja, emigrálása, kivándorlása óriási mértékű. Most azt éljük meg, hogy keletről és délről egy óriási hullám érkezik ide Európába. Karácsony előtt pont Lidiát mentem meglátogatni, amikor a Szent Antal utcán, ahogy oda bekanyarodtam, az útszélén ülve, a patkán megláttam egy ágról szakadtat. Nem kellett túl nagy fantázia, hogy lássam, hogy vajon kiről lehet szó. Ő intett nekem. Kiderült, hogy körülbelül egyforma szinten beszélünk angolul. Elmondta, hogy egy perzsa, egy iráni,
és hogy útban van, de hogy megsérült, és arra kért, hogy hívjam fel a rendőrséget. Ő is tudta pontosan, és én is tudtam, hogy ennek mi a következménye. Mi az eljárási rend? Megtettem a kérését, és vártam ott néhány percig, amíg a járőr megérkezett. Amikor az ember így közvetlenül szembesül, nem véletlenül használtam ezt a jelzőt, az ember lét kiszolgáltatottságával, bizonyos értelemben reménységével, akkor összeszorul a szíve. Aztán, amikor megjöttek a rendőrök, képetesen fogtam a kalapomat, és mentem tovább. Vannak, szeretett testvéreim, nagyon nehéz kérdések, amelyekre lehet, hogy mi emberek megpróbálunk egyszerű válaszokat adni. Az Isten igéje azonban ezeket nem nagyon szereti. Mert úgy van, szeretett testvéreim, és ide szeretnék én igazából a mondani valóm első hangsúlyában eljutni, hogy meggyőződésem szerint az Isten igéje az mindig tovább gondolásra indít bennünket. Az Isten mindig szeretné, hogyha megértenénk olyan szempontokat, amelyek az övéi, amelyek lehet, hogy újak, lehet, hogy mások, mint amit korábban gondoltunk, éltünk és gyakoroltunk. Miért is? Azért, mert ennek a bibliai könyvnek a névadója és emberi szinteken a főszereplője az, akiről most az elkövetkezendő percekben beszélnem kell. Az előbb azt mondtam, hogy egy izraeli család, egy Betlehemből, a kenyér házából származó család az éhínség miatt kényszerből Moábba költözik, ezt emberileg megértjük. Azonban az, amit Rút tesz és cselekszik, az már sokkal elgondolkodtatóbb. Mert mit is tesz ez a fiatal asszony? Szerepet cserél. Ebben a családban ez egy töredék család, ahol együtt marad anyós és a két menye. Ez a fiatal asszony egy olyan szerepet vállal magára, amire senki nem kérte föl, senki nem bízta meg, hanem belülről, én úgy gondolom és úgy vallom, hogy az Isten lelkének a vezetéséből vállalja magára. Mert ebben a csodálatos vallomásban és elköteleződésben, amit egyébként nagyon sokszor házasságkötések alkalmával szoktak alapigeként felolvasni, ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem, és ott temessenek el engem, ahol téged is, és úgy bánjon velem az Úr, ahogy veled bán. Hát ez egy bizonyos szerepnek, egy támasznak a vállalása. Itt a szövegből kiderül, hogy férfiaknak, Elimeleknek, utána pedig a két fiának, majd a későbbiekben egy bizonyos Boáznak lesz majd a felelőssége, hogy az egyedül maradtakért helyt álljon. De itt nincs férfi. Marad három asszony, és közülük egy valaki, egy benső meggyőződésből. Az Isten jóságának és kegyelmének eleget téve vállal óriásit. Kilép a komfortzónájából. Kilép az országából. Kilép a családjának a köréből. És nem azért, mert kalandvágy van benne, nem azért, mert azt gondolja, hogy majd Betlehemben jobban fog boldogulni, hanem azért, mert azt kívánja megélni, hogy ez az ő anyósa, aki végtelenül kiszolgáltatott, aki teljesen egyedül maradt,
aki az Isten csapását hordozza, ezt meg is fogalmazza, ennek legyen és maradjon egyetlen támasza. Emberileg nagyon kicsi, egy másik asszony, de mégis. Azt mondja az egyik ószövetségi teológus, hogy amit Ruth megmintáz, az a végtelen odaszánás. A végtelen odaszánás, hűség, elköteleződés és szeretet. Mi az, amit fölad Ruth? Azt, amiről mostanában nagyon sokat beszélünk. Az önazonosságát, az identitását. A te néped az én népem. A te Istened az én Istenem. Határátlépés? Abszolút. Ha végigolvassuk, és mindenkit bátorítok, olvassa végig, ha nem ismerné ezt a bibliai könyvet, akkor én csak a summázatot mondom, hogy ez az elköteleződés az Istentől van, és ami még fontosabb, az Isten áldása van rajta. Az Isten megáldja az ilyen embert. Az Isten mellette marad. És noha szegények, de mégis sokakat gazdagítók lesznek az ilyen emberek. Miért is történik ez, szeretett testvérek? Mert bár a felolvasott ige szakaszban nem nagyon hallunk az Úristen cselekvéséről, de azért áttételesen mégiscsak. Mert mit mond Naomi a menyeinek? Adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd. Bánjon veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Naomi megfogalmazza azt, hogy aminek a részese, Ruth elköteleződése, hűsége és odaadása, ez az Isten kegyelméből, az Isten hűségéből, az Isten szeretetéből fakad. Szeretett testvéreim, a Szentírásban több ilyen határ átlépés van. Amikor emberek kilépnek a maguk státuszából, föladják önmagukat valaki másért. De ami a legfontosabb dolog, és ezt szeretném aláhúzni, hogy ezt alapvetően az Úristen éli meg velünk kapcsolatban. Mindig először az Isten az, aki cselekszik, akkor, amikor az ő szavával életre hívja ezt a teremtett világot. Akkor, amikor igaz, hogy az Édenkertből kiűzi az első emberpárt, de aki tovább olvassa a Bibliát, látja, hogy utána újból és újból utána megy és keresi. És amit nem olyan régen olvastunk a János írása szerinti evangéliumban, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megint hadd mondjam az ellentét párokat, az Isten dicsőségéből, az örökké valóságból eljött a mulandóságba. Az isteni trónteremből eljött ide az emberek közé a gyalázkodás és a szenvedésnek a világába. Az örök élet világából eljött a mulandóságba. Az Isten határokat lép át, az Isten kilép önmagából, kilép a komfortjából. Bizonyos értelemben ezt a latin kifejezést is használhatom. Az Isten extázisa, önmagából való kilépése, hogy eljön ide mi hozzánk. Mi ez, ha nem a legnagyobb önmaga adása, a legnagyobb szeretet. Valójában az Isten munkálkodik. Az Isten tesz értünk valamit, és legyen hála az örökkévalónak, hogy vannak, akik ezt a mintát, ezt a modellt követni tudják.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, sokszor mondom, és most is ezt látom. A Szentírás két része, Ó és Új Testamentum, lényegileg egy valamiről beszél, arról, hogy az Isten hogyan viszonyul mi hozzánk. Amit a mai igénkben egy asszony testesít meg, alapvetően azonban ez az Isten fiának hozzánk való viszonyulása. Lényegileg nem szeretnék mást, csak azt, amiről az elején beszéltem, hogy bizonyos dolgokat és gondolatokat elültetni, tovább gondolásra átadni. Vannak olyan alapok és olyan fundamentumok, amelyekhez jó, hogyha kötjük magunkat. De vannak olyanok, amelyeken jó, hogyha tovább tudunk menni a lélek vezetéséből. A lélek az első keresztjén közösséget arra indítja, hogy kilépjen a zsidóság köreiből. És aki a Cselekedetek könyvét olvassa, az tudja, hogy egyszer csak a tanítványok, elsősorban Pál, elindulnak a pogányok felé, hogy vigyék az evangéliumot. És mindig beleremeg a szívem most is, amikor azt idézem és azt mondom el, hogy egyszer csak megtörténik a csoda, hogy valahol a Dardanelláknál Pál apostolékkal a Krisztus evangéliuma megérkezik ide Európába a pogányok közé. Bibliát ismerő emberek azt is tudják, hogy ki lesz az első névvel ellátott európai keresztjén. Egy bíborárus asszony, akinek az a neve, hogy Lidia. Az Isten újat munkál, és ebben az újban, az odaszánásban, az elköteleződésben, egymás vállalásában és hordozásában szeretne bennünket is fölhasználni. Adja mi Úrunk, hogy ennek engedjünk, és ennek eszközei, az ő munkatársai lehessünk. Úgy legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, őszintén kell, hogy beszéljünk és valljunk Te előtted, és azt kell, hogy kimondjuk, hogy nagyon sok esetben röghöz ragadt emberek vagyunk, akik nem látunk át bizonyos horizontokon, túlzottan nagy távlatokat nem látunk. És ami talán a legrosszabb, amikor azt gondoljuk, hogy ez a mi gondolkodásunk, szemléletünk, és az ebből fakadó életvezetésünk az egyedül jó és helyes. Legyen áldott a Te szent neved, hogy Te nem hagyod, hogy az ember belesüllyedjen a maga világába, elesettségébe, kiszolgáltatottságába, de még inkább a maga bűneibe, hanem eljössz. Azért, hogy fölemeld a tekintetünket. Azért, hogy fölragyogjon a mi számunkra a Te igéd, a Te világosságod, a Te szavad, a Te beszéded. És add, hogy olyan irányultságot is meglássunk, ami tőled való. Amikor új utakat készítesz, amikor azt szeretnéd, hogy megmozduljunk, amikor azt szeretnéd, hogy a tiéd merjenek új utakra lépni, nem kényszerből, hanem belső meggyőződésből. Nem önmaguk életének a kiteljesedéséért, hanem mások szolgálatáért. Legyen dicsőség neked, Urunk, hogy nem csak bibliai korokban, hanem azóta is voltak és vannak olyan emberek, akiket a Te igéd világossága és a Te lelked vezet. Így tesznek, így járnak és így élnek. És rájuk nézve igaz, amiről az apostol beszél, lehet, hogy szegények, mégis sokakat gazdagítók. Lehet, hogy benne élnek a mulandóságban, mégis az életet, az örök életet munkálják. Köszönjük ezt a reménységet, hogy tudnélik, egyszer lesz egy olyan ország, ahová Te hívsz és vársz bennünket, ahonnan nem kell kilépni.
ahol megnyugszunk, ahol békességünk lesz. Köszönjük ezt a reménységet, hogy ide érkezhetünk meg, és ide engedhetjük el a szeretteinket. Urunk, emberileg veszteséget hordozunk. Egyrészt egy család, másrészt egy tágabb értelemben vett család és közösség. És ad nekünk azt a békességet és azt a megnyugvást, amit ez a világ soha nem tud megadni, egyedül csak te, a te igéd. Hogy tudnék, valóban nem a semmiből jövünk, és nem is a semmibe távozunk, hanem hozzád. Hogy nálad békességünk legyen. Ad, hogy ebben tudjunk megnyugodni. Ad, hogy a bennünk lévő kérdések, bizonytalanságok, azok elrendeződjenek. Add, hogy ne a néma döbbenet, hanem az Istenben vetett hit, és ebből fakadó reménység határozzon meg bennünket. Köszönjük, hogy bizalommal kérhetünk, ami Urunkért, a Jézus Krisztusért, aki minket így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, kérem, hogy tessenek meghallgatni a hirdetéseket. Elsősorban is az istentiszteleti rendet hirdetem. Délután 5 órakor tartunk istentiszteletet, és hogyha az Isten éltet bennünket, mához egy hétre délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor. Többször hirdettem, most csak megerősítem, hogy amíg a járványhelyzet érdemileg nem javul, ezeket a közösségi alkalmakat tartjuk és gyakoroljuk. Szeretett testvéreim, egy jó hírt szeretnék elmondani, közölni a gyülekezet tagjaival. Nevezetesen azt, hogy 82 évesen a gyülekezetnek korábbi lelkipásztora, Mikesi Károly, egy koronavírus fertőzésen és egy tüdőgyulladáson átmenve gyógyuló félben van. A kórházból hazakerült, már együtt van. És köszöni nekünk is a rágondolást, meg a szeretetet, bizakodik abban, amiben én is, hogy az Isten még számol vele, van terve és gondolata az életével. Szeretett testvéreim, ez az Isten csodája. 82 évesen a Covid részlegen tüdőgyulladással, és hogy onnan az Úristen kihozta, legyen dicsőség az Úristennek ezért. Kedves gyülekezet, ami nehezebb, és amiről még szólnom kell, az az, hogy tegnap eltemettük Barna Béláné Molnár Lídia testvérünket, aki korábban az életének az első felében az érsek családi gyülekezetnek volt a tagja, majd pedig az életének a második felében a vajai gyülekezetnek. Hosszú évtizedeken keresztül presbiter volt, és szintén hosszú időn keresztül a gyülekezetnek a gondok helyettese volt. Az Úristen áldja és őrizze az ő emlékét, és erről a helyről is még egyszer a jelenlévő szeretteinek, család tagjainak az Úristen vigasztalását kérem és kívánom. Tegnap is a János írása szerinti evangélium alapján szóltam, most is egy mondatot onnét szeretnék hozni, ami számomra sokat jelent, és én bízom benne, hogy mindnyájunk, nem csak a család, az egész gyülekezet számára sokat jelent. Jézus azt mondja az övéinek, én élek, és ti is élni fogtok.
Az Isten áldása őrizze és vigyázza az életünket. Szeretett testvéreim, a záró énekünk elsősorban nem az elhangzott ige hirdetéshez és annak mondani valójához kötődik, formálisan egy esti ének. Áthallással azonban egyfajta emlékezés és elengedés. Én ezt ajánlom a szívükbe és szeretetükbe, ez költészet, líra, ugyanakkor egy hitvallás is, hogy tudjuk így búcsúzzunk és így engedjük el mi is Lídiát. Már nyugosznak a völgyek.